És akkor most belevágok a témába. Kamaszkor. A kamaszkort szokták a második születéskorának is nevezni. Az első születéssel egy elkülönült kis test jön a világra, levágják a köldökzsinórról, kínban, vérben, verejtékben, szenved az anya, szenved a gyerek, összenyomódik a feje. Jó, nagyszerű dolog a születés, persze, és a szülés, de ez mind vele jár. Ugyanez a helyzet a kamaszkorral is. A kamaszkorban egy elkülönülő személyiség jön a világra, akinek ki kell szakadnia a család addigi érzelmi anyaméhéből, akinek el kell vágni a köldökzsinórját, ami a családjához köti. Mi történt a gyerekemmel? A gyerekem bizalmas volt velem, a gyerekem aranyos volt, a gyerekem gyengéd volt. A gyerekem, ha két napig táborban volt, mindent fölírt, hogy elmondja nekem. Mi történt vele? Talán nem is normális? Nem beszél velem, nem mondja meg, szégyel engem az utcán, a moziban, a többiek előtt, stb. Stb. Elzárkózik, bemegy a szobájába, ha van szobája, netán bezárja az ajtót. Úristen, mit csinálhat? Semmit általában, csak azt akarja, hogy én ne legyek ott, stb. Stb. Ezen kívül még számtalan aggasztó jelet mutat, amire mindjárt rá fogok térni. Szóval azt kell tudnunk és látnunk, hogy ez valóban itt valami megszületőben van, egy elkülönülő személyiség. Oscar Wilde azt a kegyetlen mondást engedte meg magának már a viktóriánus korban, a 19. század végén, hogy a gyerekek kezdetben szeretik szüleiket, később meggyűlölik őket, de azután megbocsátanak nekik. A mondás nagyon fontos és lényeges. Mi az, hogy meggyűlölik? Azért gyűlölik meg, mert el kell szakadniuk, mert ki kell rúgódniuk ebből a bizonyos anyamékből. Rengeteg dolog történik természetesen a kamasszal testi értelemben is. Megnőnek a csöves csontok hirtelen. A kamasz magas lesz. A kamasznak lóg a keze, lába, stb. De nem csak görbén tartja magát, és így tovább. Belül is lóg a kamasz, ugyanis hirtelen megnőnek a belső szervek. Vese, lép, máj, stb. Stb. És bármilyen groteszkül hangzik, és kicsit eltúlzom, de mégis van a dologban valami, a felfüggesztésük ezeknek a belső szerveknek, a beágyazottságuk, az nem erősödik olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan a szerv nő. Tehát azt kell mondani, hogy a kamasz, mint egy belül is lóg, és húzza őt lefelé ez a sok megnövekedett, nehéz, még nem elég szilárdan beágyazott szerv, nagyon fárasztó dolog, csak testi értelemben is kamasznak lenni. De ezen kívül, amit mindig mondani szoktak, viharos, hormonális változások zajlanak. Úgy szoktunk ezekről beszélni, mintha pontosan tudnánk, miről van szó. Visszahúzódik a csecsemőmirigy, az agyalapi mirigy parancsára elindul az első és másodlagos nemi hormonok kiválasztása, stb. Mi van? Mi az, hogy az agyalapi mirigy parancsára? Ez egy képes beszéd. Hát nem gondolhatjuk, hogy az agyalapi mirigyben ott egy kis parancsnoki hídon áll valaki, és kiadja az utasítást, indulhat a belső elválasztású nemi hormonok termelése. Nem, valami történik, rejtélyes. Nem tudjuk, hogyan, miért. Miért pont akkor? Nyilván genetikusan kódolt. De minden esetre, tehát történik valami, a hormonális rendszer döntően megváltozik. Szőrösödés, mellek növekedése lányoknál,
stb. 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 Zárj el. Esetleg fiúknál is a legnagyobb rémületet keltve, mert az nem olyan egyértelmű, nem kéne annyira megijedni tőle, mert mindnyájunkban mind a két nem hormonjai jelen vannak, pusztán testileg is két neműek vagyunk, nem beszélve a pszichikus állapotokról, ahol ez még hangsúlyozottabb. Jó, innen most visszakanyarodok. Szóval ezek a hormonális zavarok, a hormonális turbulencia, a hormonális forradalom az egész szervezetet szintén megrázza. A hormonrendszert szokás folyékony idegrendszernek is nevezni. Egyrészt azért, mert behálózza az egész testet, mint az idegrendszer, másrészt szoros kölcsönhatásban van az idegrendszerrel és az idegrendszeri funkciókkal. 3. 90-es évek közepe óta pontosan tudjuk agyfiziológiai és neurológiai vizsgálatok alapján, hogy a kamasz központi idegrendszerében, az agyában döntő változások zajlanak le. Eddig kiépült pályák eltűnnek, és merőben új pályák, kapcsolati pályák jelennek meg. Erre mondták német Waldorf tanárok, hogy tulajdonképpen a kamaszra ki kellene írni, hogy átépítés miatt átmenetileg zárva, de ezt sajnos így nem lehet megoldani. Minden esetre egy rendkívüli átalakulás zajlik a kamasz testi és lelki szervezetében, amely az ő számára is egy idegen, új világ, rémületes világ bizonyos értelemben. Az agyi változásokkal egy időben, ezt már rég tudjuk egyébként, csak nem tudtuk pontosan bemérni fiziológiailag, rendkívüli módon megerősödik az ítélő erő. Ez a viharos szellemi érés ideje. A kamasz hirtelen, élesen, karikatúraszerűen kezd látni. Úristen, anyám ilyen kövér. Ezt eddig nem vettem észre. Mama, nem jössz egy kicsit kocogni? Rengjen az a háj. S ő maga is megrémül, mit mond. Persze reméljük az anya humoránál van, és azt mondja, hogy de jövök, ha tudsz egy kicsit várni, girnyókám, vagy valami. Mert a humor az, amire abszolút vevő a kamasz, azt érti. Észreveszi, hogy az apja mindig ugyanazt mondja ugyanarra. És akkor egy idő után ő is mondja ugyanazt, és így néz rá. Szemtelenkedsz velem? Az én kenyeremet eszed? Stb. Stb. Mire a kamasz még jobban felhúzza magát. A kamasz szemtelen. Nem tud nem szemtelen lenni. Kedvenc osztályfőnökéről most veszi észre, hogy olyan furcsa, fogja az osztálykönyvet, és hogy különös léptekkel megy, és akkor egyszer csak nem bírja ki, és amikor kimegy az osztályba, ő is fog egy könyvet, és ugyanúgy megy utána, mire az osztályfőnök megfordul, rossz esetben, mit csinálsz, menj le az igazgatóhoz, jó esetben ugye, azt mondja, hogy mutasd meg, milyen érdekes, tényleg, egész jól csinálod, ez a jobbik eset. Tehát a kamasz nem mondja, hogy szemtelen a kamasz, nem tud nem szemtelen lenni. Éppen az ítélő erő rendkívüli megerősödése miatt, és a karikatúraszerű látás miatt, ami őt magát is megrémíti. A kamasz ugyanakkor többé, hát ha volt eddig, és nem csak a számítógép vagy a tévé előtt ült, de ha átesett a barátság klasszikus korszakán 9-től 12-ig, most hirtelen elmagányosodik. Egy-két jó barátja van, egy-két olyan jó barátja esetleg, akikkel egy mások számára utálatos, kirekesztő klikket alkotnak. A klik a kamasz közösségi formája.
mindenki más ki van zárva belőle. A szocialista pedagógiának az a jelszava, hogy a klikkeket robbantani kell, ennek semmi köze a valósághoz nincs, mert ez azt mondja, hogy ne hagyd, hogy a kamasz a maga közösségi formáját élje, úgy se fog az egész osztályhoz, az egész iskolához, az egész úttörő csapathoz, annó, az egész cserkész csapathoz, stb. Kapcsolódni. Nem. Ő egyrészt magányos, totálisan, másrészt, ha van közössége, az egy-két emberből álló klik, ami másokat undok módon kizár. És a jó osztályfőnök az pontosan tudja, hogy ezt a klikket használom szervezésre, ezt plakátrajzolásra, azt nem tudom mire, és akkor a klikkek működnek az osztályon belül, és nem rúgják szét az osztályt. A kamasz önmagában is sündisznózik, mint ezt a nemzetközi szakirodalom mondja, minden lehetséges tüskéjét kifelé mereszti. Hihetetlenül undok. Utoljára 3 éves kora körül igényelt annyi mindenestől elfogadó gyengéd szeretetet, mint most, de ezt nem tudja kimutatni. Megsimogatom a vállát, vagy elrántja magát undorral. Nem szabad hozzáérni, stb. Stb. Ugyanakkor azt szeretné, ha én lelkemben valahogy úgy pátyolgatnám őt, mint egy kisgyereket. De nehogy hozzáérjek, nehogy kimutassam, csak álljak készen a hihetetlen gyengédségemmel. Rendkívüli szélsőségek között változik. És addig nincs is baj, mondja Anna Freud. A baj akkor van, ha megmerevedik egy magatartásban. Senkivel nem beszél, szobájába zárkózik, stb. Jó, de egy pár hónap múlva esetleg már soha nincs otthon. Egyszer az a baj, kisfiam, normális vagy, mások a te korodban kimennek, barátkoznak, diszkóba járnak, te meg mindig itthon ülsz, azután eltűnik. Kisfiam! Hát te nem, rosszabb vagy, mint egy albérlő, stb. Stb. Soha nem vagy itthon. Mind a kettő normális. Ezt kell világosan látnunk. Ha teljesen bemerevedik a bezárkózásba, fekszik, nézi a plafont, ott probléma van, ott depresszió van. Zárj el. A kamasz egyébként depresszív állapotokra hajlik. A normális kamaszkorban előbb vagy utóbb, feltétlenül előbukkan az úgynevezett szuicid képzetáramlás, vagyis legfeljebb öngyilkos leszek. Nekem ebből elegem van. Mi a francnak menjek az iskolába? Halálosan unom. Kit érdekel? Jó, felkötöm magam, stb. Vigyázat. Ez egyrészt mindig, mindenkinél van úgy szólván. Másrészt mégis veszélyes, mert ha az otthon nem ad egy biztos hátteret, majd mindjárt erre megmondom, hogy milyen formában, akkor ez tolhatja őt a szuicid kísérlet felé. Magyarország élen jár a kamaszok sikeres és sikertelen szuicid kísérleteiben. Valami nem stimmel, talán túl kemény futballt játszunk, mint ezt Buda Béla mondta, mindenféle értelemben. Ezt nem kellene tennünk. Mit tehetünk a kamaszért, ezt akartam az előbb idézni. Kontra György, kitűnő orvos, biológus, pszichológus és tanár, mondta annak idején, a kamaszért egyet tehetünk, elviseljük a jelenlétét. Ugye ebbe két dolog van, nem könnyű elviselni, és mi mégis lehetővé tesszük neki, hogy üldözés nélkül együtt legyen velünk. Vagyis nem mondom állandóan, a gatyádat miért nem vitted ki, miért szórod szét, milyen rendetlenség van a szobádban, mostál lekezett, vedd le a cipőd, mi volt az iskolában.
nincs közöm hozzá. Ebben az életkorban nincs hozzá közöm. A kamaszt csak kamaszkora előtt lehet nevelni, és ezzel egy nagyon lényeges pontra érkeztünk el. Mikor várható egy többé-kevésbé jól átvészelhető kamaszkor? Akkor, ha volt egy jó kisgyerekkor. Mit jelent a jó kisgyerekkor? Érzelmi elfogadást jelent. Tévedés ne essék, nem követelményeket. Mindjárt elmondom, hogy de miért vannak mégis követelmények és korlátok is. De elsősorban magzati kortól örülök neki. Jó, hogy jön. Hű, milyen lesz. És nem akarom előre tudni, hogy neki milyennek kell lennie. Két testvér sem egyforma. Nem lehet, nem mondhatom meg, azt akarom, hogy a gyerekem ilyen legyen. Súlyos tévedés. Az a helyes beállítódás, érdeklődve és csodálkozva nézek rá, mint egy természeti jelenségre, és élvezem, amilyen. Ez mit jelent? Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lennének biztos határok. Azt, hogy mikor van lefekvés, én mondom meg. Azt, hogy ne húzd le ki a könyvet a földigérő könyvespolcról, Ferike, és ne tépd ki a lapot, és ne edd meg, ezt én mondom meg. Tehát, hogy mondom meg, mert ez fontos. Ferike, ne! Ezt ne! Nem azt mondom, hogy jaj, Ferikém, az Isten áldjon meg, hát apa úgy szereti a könyveket, olyan fontosak apának a könyvek, nézd, milyen szépek ezek a könyvek, és értékesek, és ezeket mind nem mondom, mert ez Ferikének semmit nem jelent, hanem azt mondom, nem, ezt nem. Ezt akkor tudom hatékonyan mondani, ha kevés dologra mondom. Tehát ha például tudom azt, hogy a normális kisgyerek a nap végére mocskos és szakadt. Ez a jó, mert mozog, örök mozgó. Tehát azt, ha ezer ilyen dolgot mondok egy nap, jaj, ne térdelj le abban, most vettem neked ezt azért, most mostam ki a kis ruhádat, lekoptatod a cipődórát, állj föl, ne guggolj, kifeszíted a nadrágot. Akkor megőrül a gyerek, és én is. Ezekkel mi nem foglalkozom, mert ez normális. De az például, hogy ne dugja a fejét a sütőbe, akkor se, ha nincs bekapcsolva, mert azt nem lehet tudni pontosan, hát ha előmelegítem, azt határozottan mondom meg. És így tovább, még rengeteg ilyet mondhatnék, csak arra szerettem volna példát mondani, hogy vagyok határozott, de kevés, legfontosabb dologban. Egyébként főleg, meleg, engedékeny vagyok, mint Ransburg tanár úr szokta mondani. Tehát szeretem a gyereket magyarul, vagy még jobb, élvezem. Jól mulatok vele, és néha persze megoldom magamnak, akkor is, ha anya vagyok, hogy megszabaduljak tőle. Ugyanis a gyerek kiszívja a vérünket, lerágja a húsunkat, és néha meg kell tőle szabadulni, és ki kell magunkat pihenni, ahhoz az ő érdekében is, hogy újra egy jól szívható és jól rágható anyát kapjon vissza. És ezt természetesen az apáknak is meg kell érteniük. Akár anyagi áldozattal, vagy más módon szervezéssel kell szabad idő az anyának önmagára és a semmittevésre. Jó, ebben most nem akarok elmérni. Azt akartam csak mondani, hogy egy olyan gyerekkor, amelyben a gyerek nagy érzelmi biztonságot kapott, amelyben megtanult személyes érzelmet kapni, elfogadni és viszonozni, ez őt őrizni fogja a kamaszkorában is a sodródástól, mert érzelmileg igényes lesz. Nagy kutatások a 90-es évek elején, mi a legfontosabb a gyerek későbbi beválása szempontjából, az érzelmi intelligencia. Nem az rendes intelligencia, nem az értelmesség, nem a tanulmányi eredmény,
az iskolai eredmény nem korrelál az életben való beválással, hanem az érzelmi intelligencia. És ez ebből az érzelmi kapcsolatból jön. Ha a gyerek jól volt beágyazva, ha testileg és lelkileg melegen tartották, ha tudták, hogy a haszontalan dolgok a legfontosabbak számára, tehát nem az, hogy vedd le a cipődet, mi volt az óvodában, stb., hanem mesélünk, kakaózunk, alkonyodik, a nagymamádnak volt egy nagy vizslája, amikor születtél, nagy hó esett, apukád egy kosarat is hozott, hogy abba vigyünk haza, ha a Trabant ledöglik, a hegyre menet, stb. Stb. Miért mesélek ilyeneket? Semmi értelme. Ahelyett, hogy fejleszteném, idézőjelben nem kell fejleszteni a gyereket, ha jó helyen van, fejlődik. Azért mesélem, mert ez adja meg az érzelmi biztonságot, és orientálja a gyereket térben és időben. Ha ilyen kisgyerekkorból jön, akkor a kamaszkorában őt őrizni fogja. És a nehézség nekem szülőnek, aki eddig őt jól ölelve tartottam, testi-lelki értelemben, most változnom kell. Nem csak neki kell változnia, nekem is. Ugyanis el kell engednem, szabadon. Rendkívül szorongató dolog. Úristen, mi lesz vele? Stb. El kell engednem. Meg fogom tudni ezt. Tegyük fel, jó szülő voltam, jó szülője voltam a kisgyereknek. Ez nem garancia arra, hogy el fogom tudni engedni. Lehet, hogy szeretném megtartani ugyanabban az állapotban. Ilyenkor jön az erős kamaszkori konfliktus. Mert ő viszont ki akar szabadulni általában. Ha nem is akar kiszabadulni, kissé aggályos. Akkor nem lesznek jók a kortárs kapcsolatai feltehetőleg, és ennek később ő fogja meginni a levét. Tehát nagy amerikai kutatás, nem különösebben konfliktuózus a kamaszkor, ha meg tudtam tenni ezt a második szülői gesztust, a szabad elengedést. És ez egy rendkívül fontos tanulság, gondolom én. Azért kértem, hogy legyen itt egy ilyen tábla vagy flipchart, mert szeretnék felvázolni egy kamaszkori profilt, de nem rajzban, hanem szavakban. Volt egy zseniális magyar pedagógus, filozófus, pszichológus a két háború között, Karácsony Sándor, aki pusztán az intuitív munkája alapján sok mindent mondott a gyerekekről életkorilag tagoltan. És a tanítványai ezt egy rendszerbe foglalták, ami őt nagyon megijesztette, és azt mondta, hogy nincs nekem rendszerem, nem vagyok én német, de aztán elismerte, hogy ő tényleg ezeket mondta, ezekről az életkorokról. Van kisgyerekkori profil, kölyök profil, ez a kisiskolás, és kamasz profil, és ifjúkori profil. Én most csak a kamasz profilt szeretném itt septében még felvázolni. Néhány bevezető szóval, amitől ne ijedjenek meg. Karácsony Sándor ember és világképében az ember egy olyan lény, akinek van teste, ami a természetből vétetik, van szelleme, amely transzcendens eredetű, és a kettő között izzik fel a lélek tartománya. Ez az, amit vizsgálhatunk, ez az, ami változik az életkorokkal. És azt mondja Karácsony Sándor, hogy ugye van egyéni lélektan és társas lélektan, mint ma mondjuk szociálpszichológia, tehát egyéni lélektan és társas lélektan, és hogy ebben a kategóriai rendszerben a lélek legalsó tartománya, amelyik érintkezik még a testtel, ez az életérzés tartománya az egyéni lélektanban.
életérzés, jól érzem-e magam, mikor van rendben a kisgyerek életérzése, ha szabadon játszhat. A szabad mozgásos játék az egy pszichikus tevékenység, mely azonban testi beágyazottságú. Úgy a társadalomban az életérzést a jog fejezi ki. Ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad, sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. József Attila, jog. Jogaim rendben vannak, érvényesülnek. Ekkor az életérzésem jó. Ez tehát a társas viszonyban az életérzést a jog fejezi ki. Vajon mikor van rendben a kamasz életérzése? Mi a kamasz elemi joga? Karácsony válasza erre, amit mindjárt egy kicsit körülírok, ez a különös kifejezés, hogy külön világ. Vagyis a kamasznak el kell különülnie. Ha máshogy nem lepedőt feszít ki a szoba sarkába bármilyen ronda, hogy külön legyen. Jó esetben külön szobája van, vagy a padlásra megy, vagy a pincébe megy, a kunyhóba megy, stb. Külön világ. Ez azt is jelenti, hogy nem szabad a táskájában kotorászni, nem szabad a zsebében kotorászni, nem szabad a fiókjában kotorászni, nem szabad a második telefonkagylót felvenni, mikor ő valakivel az elsőn beszél. Úgy is meghallja, zörren, kattan, stb. És súlyos szemrehányásokat fog tenni. Tehát tiszteljem a külön világát. Ebben a külön világban, azt mondom, hogy neki meg kell teremtenie, van mód arra, hogy ez a különálló személyiség kínban és rémületben nem egyszer megszülessen. Tehát külön világ. Titka van a kamasznak. Maga se tudja, hogy mi. Ha nincs titka, akkor a társainak titkot hazudik, mondja Karácsony, mert van titka, csak nem tudja kifejezni. Ez a valami a titka, ami benne most elkezd megszületni. És ezt ő kifejezi azzal, hogy egy olyan fantasztikus történetet mond el a barátjának, amely titok, és mondom, megőrült a gyerekem, hülyeségeket beszél, a barátja anyukája mondta nekem, hogy miket mesélt a Peti. De nem őrült meg. Itt megállok megint egy pillanatra, Kretschmer, a nagy pszichiáter a 20. század elején alkotta meg ezt a fogalmat, hogy pubertás krízis. A pubertás krízisen ő azt értette, hogy akár olyan is lehet a gyerek, mint egy elmebeteg. Víziói lehetnek, a tetőn mászkál, maga se tudja miért, stb. És mégse elmebeteg. Ez egyszerűen a pubertás krízis. Rendkívül fontos. Most fölugrom ide a szellemi határvonalára. A szellemi határvonalára, ahol az egyéni lélektanban a hit, a társas lélektanban a vallás kategóriája van. Ugye mi a kisgyerek adekvát vallása és hitformája és világ? Képe a mese, nem a vallásos mese, a rendes, normális mese. A növekvő gyerek, a kölyök, a kisiskolás számára a monda adja ezt a világot. A kamasznál egy sajátos megfogalmazással találkozunk. Ez pedig nem más, mint az eskü, átok. A világ ketté hasad. Jó fej, seggfej. Imádott együttes, gyűlölt együttes. Imádott foci csapat, gyűlölt foci csapat. Stb. Imádott tanár, gyűlölt tanár. Stb. Stb. Ez az eskü átok. Ez a világlátás.
fekete-fehér. Zárjel, az nagy baj, ha egy felnőtt társadalom is így lát. De a kamasznál rendben van. Ez rendkívül fontos, és megint a kamaszkori szélsőségek közé tartozik. Most itt középre ugrom hirtelen, és megvizsgálom a kamasz értelmi tevékenységét. Ért, ez a társadalomban a tudomány, vajon mi jellemzi a kamasz értelmi tevékenységét, mi a kamasz tudománya? Elébe mondom, hogy a kisgyereké a spontán utánzás. A kisgyereket nem kell és nem szabad tanítani. A kisgyerek kiszolgáltatott utánzó. Nem tud nem utánozni, stb. 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 Az iskolás a memoriterek klasszikus korszakába lép, begyűjt rengeteg dolgot, idegen szavakat, stb. Nem szabadna neki nyelvtan tanítani, helyes írást tanítani, és így tovább. Semmi köze a szabályokhoz, a törvényekhez. Most jön el a kamaszkorban a szabálykeresés ideje, a törvénykeresés ideje, a struktúra keresés ideje. Most nem tud nagy anyagot felvenni. Fiziológiás, élettani lustaságban szenved. Ez a tudományos meghatározás. Kis hazajön, elveti magát, benyomja a magnógombot, a lába is lelóg. Kisfiam, ha a lustaság fájna, te ordítanál. Megbutultunk egy század alatt. A 20. század elején a magyar gimnáziumok pontosan tudták, hogy a 14 évesek osztálya, az akkori negyedik osztály a legkönnyebb osztály volt. Szinte csak ismétlés volt. Alig tanultak. És azt is megmondták, hogy miért. Mert ez a kamaszkor kulminációs ideje, nem szabad a gyerekeket megterhelni. Tökéletes. Erre jött egy olyan korszak, az első világháború után kezdődött, hogy egyre több anyagot nyomtak oda, sőt, a legfontosabb volt a 7.-8., mert ezen múlik kisfiam, hogy hol fogsz tovább tanulni. Vagyis totál elfelejtkeztünk a gyerekről, testi és lelki értelemben, és baromságokkal terheltük meg, amiket 5 év alatt garantáltan az eminens is elfelejtett. A magyar érettségizettek a megtanult gimnáziumi anyagnak 20 és 30 év között a 9%-ára emlékeznek úgy, hogy alkalmazni is tudják. Persze, tudom, van valami, hogy a tornyot nem kell egy centivel lemérni, hanem ha van egy ilyen távcsövem, akkor ott van valami, hogy a szögekkel, hogy az aljára nézek, a tetejére nézek, milyen szög van, színusz, koszínusz, stb. Igen, de hogy kell ez? Hát azt sajnos nem tudom. Keresztrejtvény. Azt mondja, ko és vegytani kifejezés. Már mi is lehet ez? Hát én gimnáziumban tanult. Hoppá, kovalens kötés. Nagyszerű, mi is az? Jaj, hát azt sajnos nem tudom. Tehát így tanítunk ma az iskolákban, és ennyire eredményes. Szóval visszatérek ide. A kamasz struktúrál. A kamasz értelmi tevékenysége, tudománya, most ezt a szót használom, a törvény. A törvénykeresés. A szabályok keresése. Zárjel, azt ide illesztem, szörnyű az idő rohan, de még azért egy kicsit mondok valamit. Azt, hogy a kamasz, mint mondani szokták, született leselkedő. Nem csak abban az értelemben, hogy megfúrja a női napozó palánkját, és ott benéz a kamasz fiú, nincs is ma már női napozó, és egyébként se kell benézni, mert ott hevernek a hölgyek a parton, stb. Stb. Tehát, hogy miért? Mert tudni akarja, hogy zajlik az élet, mi történik,
Hogy van ez a felnőtt világban? Erre tökéletesen alkalmas a regény, a nagy regény, ami bepillantást ad. Azért mondja a Hegedűs Géza, hogyha rajtam múlna 10 éves korig senki nem nézne tévét. Miért? Mert akkor regényolvasó lesz. És akkor neki könnyebb lesz átvészelni a kamaszkori kríziseket, a felnőttkori kríziseket, stb. Tehát a kamasz ugye született leskelődő, aki keresi a szabályokat, a struktúrákat, a törvényeket, mi szerint mozog és él a világ. És nem bírja, ha őt megterhelik fölösleges felejtésre ítélt tudnivalókkal, még egyszer mondom, mert fiziológiás lustaságban szenved. És akkor még két dolog van itt, a kamasz akarati élete, amely a társadalom formálásban, a társaság alakításban jelenik meg, és erre már utaltam, erre ezt Karácsony szerzetnek nevezi. Tehát ne, mi vagyunk együtt, senki más ide ne jöjjön, nekünk biztos szabályaink vannak, erre más nem alkalmas, stb. Stb. Társas élete, tehát a szerzet. És végül van az érzelmi élet, amely a művészetekben nyilvánul meg. És a kamasz művészete, amikor még volt, és tegyük hozzá, hogy a kamasz hihetetlenül, hogy is, inklinál a művészetekre, hát mikor ír az ember verset, hanem kamaszkorában. Mikor ír az ember vége érhetetlen drámát, regényt, stb., hanem kamaszkorában. Mikor jön rá az ember, hogy ő festő, hogy ő színész, hogy ő nem tudom micsoda, hanem kamaszkorában. És ez így is volt a képernyők megjelenéséig. Teljesen egyértelmű volt, hogy a kamaszok naplót, levelet, drámát, verset, regényt, stb. Stb. Írtak, festettek, szobortak, és így tovább. Mi a kamasz művészetének formája? Kérdezi Karácsony. A remek. Ugye a remek, ez egy középkori C kifejezés. A legények, miután végig sétáltak Európán, és sok minden sok helyütt tanultak, megcsinálták a maguk remekét. Egyetlen darab ládát, csizmát, széket, asztalt, komódot, stb., mert mindent beleraktak, amit addig megtudtak a mesterségről és a világról. A kamasz művekben minden benne van. Élet, halál, férfi, nő, szerelem, stb. Stb. De a kamasz bele zsúfol, amikor még alkot, mindent. Ezért olyan formátlanok sokszor ezek a művek, ezért feszítik szét saját kereteiket, és így tovább. Ez tehát egy karácsonyi profil, Karácsony Sándori profil, amelynek az az érdekessége egyébként, hogy Buda Béla, Lendvai és mások a 80-as, 90-es években döbbenten fedezték föl, hogy ez a különös ember a két háború között olyan dolgokra jött rá, amire az amerikai, francia, angol kutatók a második világháború után kutatásokkal, ami külön érdekesség. Szóval ezt azért vázoltam föl, hogy valamit meg is bírjunk ragadni a kamasznak ebből a valóban eléggé szerteágazó világából. És még természetesen rengeteg dologról nem beszéltünk, a szexuális érdeklődésről, a nemiségről, amely egész más fiúknál és lányoknál, az akcelerációról, az érés meggyorsulásáról, a kulturális pubertásról, az érés kitolódásáról. Ezeket csak azért mondom el, mert azt remélem, hogy majd a beszélgetésben ezek fölmerülnek. Tehát van még egy csomó dolog, és drog, és alkohol, és stb. Gondolom, hogy ezek fel fognak vetődni majd, vagy ha nem, akkor én ezekről még majd biztos mondok valamit, de most megállok egyszerűen azért, hogy elkezdjünk, hogy el tudjunk kezdeni beszélgetni.
Igen. Hát ez az egyik legfontosabb kérdés, és legközelebb eljövök, és még egyszer netán meghívnak, akkor mindenképpen az egész este a képernyőkről fog szólni. De már most is annyit mondanék, hogy itt is az a helyzet sajnos, hogy egész kisgyerekkortól kell nagyon tudatosan erre odafigyelni. Mit lehet tenni? Ki a számítógéppel a lakásból, ki a tévével a lakásból, ez dogmatikus, ez lehetetlen. Én is számítógépen dolgozom. Mondjuk, mi van akkor, számítógépen dolgozom, 2,5 éves kisgyerekem mindenképp fel akar mászni az ölembe, és ő is akarja ugyanazt csinálni, hiszen mondtuk, ő egy kiszolgáltatott utánzó. Akkor azt mondom neki, hogy kisfiam, ez neked még nem kell, az e képernyő majd 10 éves kortól, stb. Nem, egyáltalán nem. Elmentem, ami a számítógépen van, ugye, hogy nehogy elrepüljön, felmászik a gyerek az ölembe, és pötyöghet. Betűk jönnek ki neki, netán egy idő után rajzol vele, stb. 5,5 éves korára tanácsért fogok hozzáfordulni bizonyos esetekben, mert ő könnyedén és nyomja, löki, vágja, stb., amihez én nem ismerek hozzányúlni, és sokszor nagyon jól. Persze, miért ne? Tehát így nem tiltom le, de számítógépes játékot nem engedek be a lakásba, egy. Tehát külön játékot, pláne ezeket lövöldözős és egyéb, de egyáltalán. Tehát ő, hogy pötyögjön, hogy ott megjelenjenek betűk, formák, miért ne? Ez van a mai világban. És akkor, ahogy növekszik, limitált időben foglalkozhat ezzel. 7-8 perc egy nap, 10-12 perc, 15-20 perc, ahogy nő, stb. Stb. Tehát limitált időben. Most áttérek egy pillanatra a tévére. Közösen kiválasztott műsor, tehát nem csurog a tévé, hanem közösen kiválasztott műsor, amit külön kinyitunk és lezárunk utána, limitált időben, és most jön a legborzalmasabb, valamelyik szülővel együtt. De ugye mit ér az egész, az a jó benne, odalököm a gyereket az elektromos babysitter elé, és végre van egy kis nyugalmam. Most akkor még üljek is ott. De igen, sajnos ezt kell mondani, ez a helyes megoldás. Ha így nő fel egy gyerek, akkor nem lesz függő. Pontosabban, mikor a kamaszkorban elengedem, egy ideig úgy fog tűnni, hogy függő lett. Állandóan ott ül, állandóan a számítógép előtt, stb. Stb. Nem. Ha a kisgyerekkora úgy telt el 11-12-13 éves koráig, hogy ez be volt tartva, akkor is, ha most úgy tűnik, hogy az egész napja ezzel telik, ami szabad, akkor is, mikor a felnőtt korba belép, ő maga képes lesz szabályozni, irányítani magát, és így tovább. Tehát a dolog, mint annyi mindenben, itt is a kisgyerekkorban, és a szülői tudatosságon dől el és múlik. Igaza van Hegedűs Gézának egyébként. Nyugaton egyre több olyan fiatal házaspár van, de már Magyarországon is láttam ilyet, nem engedik be a tévét a lakásba. Nincs. Jó, de mi van, ha az óvodában hall egy sorozatról, és ő nem tudja? Jó, akkor legyen egy kis Junoszt. Jó, tudom, az már nincs, nem baj. Szóval egy kis izét kivesszük a gardróbból. Nézd meg, ez az a sorozat. Láttam ilyet. Ja, ez az, jó, most már láttam, kösz. Tehát, ha a gyerek nincs rászokva erre, hanem ehelyett van az élő mese és sok más, akkor ezt kibírják. Tudom, ez szinte hihetetlen, és egyébként se tudjuk megvalósítani, hanem inkább úgy vagyunk, hogy na, aludj már, kisfiam, aludj, hát mindjárt kezdődik a nagy film. Ezt nem mondom, persze, mert én szeretném látni, de a gyerek ezt érzi, és aztán végre kimegyek, de fél óra múlva megjelenik a gyerek.
mit csinálok, stb. Stb. Igen, de nem hisz nekem, mondja. Nagyon soká, és ameddig számolom, meddig kell még várni? Na most már rendben, már változik? Azzal csak kitolom a változás idejét. Ha belebírok nyugodni, most ilyen, borzalmas, minden fordítva van. De azért én kedvelem, majd erre még mindjárt mondok egy példát. Egy idő után állítom határozottan, 19, 20, 18, 23. Egyszer csak kedvesebb lesz a gyerek megint. Igen, de bocsánat, sehogy nem lehet rászoktatni, egy. Kettő. Ugye ezt tudjuk, hogy volt egy ilyen nagy vita a világban, vége a Gutenberg galaxisnak, már nem fog senki olvasni, ez így nem bizonyult igaznak. Még mindig van és volt könyvkiadás, még mindig vannak olvasók. Az a generáció, amelyik akkor volt kisgyerek, olvas, bár úgy tűnt, hogy soha nem fog. Tehát ez egy, kettő. Igen, a mai gyerekek, ha van számítógép, laptop, okostelefon, stb., azzal babrálnak, nézik, csevegnek, csetelnek, nem tudom, mi mindent csinálnak. De a következőt tudom mondani. Egy, ha a szülők olvasnak rendszeresen, akkor már a másfél éves gyerek is kéri a könyvet, hasra fekszik, szülje, ő is olvas, idézőjelben. Tehát ő is ugyanúgy lapoz, stb. Stb. Utánoz. Tehát a szülő olvas-e könyvet? Kettő. Esetleg felolvastam-e a gyereknek még 9-12-13 éves korában is este, meghallgatva a nagyszülőket, hogy ne olvas föl neki, hát azért nem fog olvasni, lusta lesz, mint ti vagytok, stb. Stb. Mert te felolvasol neki, hát ha érdekli őt, ne olvas, pláne ne olvast fel. De ez nem igaz, mert van egy atmoszférája ennek, és ez idővel a gyereked mégis tereli e felé. De olyan család is van, ahol az egyik gyerek olvas, a másik nem olvas. Ezt tudomásul kell venni. Mondok egyetlen egy adatot. A középkorban úgy tűnik, 1%-nál kevesebb volt a populáció azon része, amely tudott olvasni egyáltalán. És az emberiség így nőtt fel. Tehát nem, ez nem ilyen. Homérosz soha nem olvasták a görögök. Homérosz rapszodosz volt, vagyis énekes. Bejött a gitárral, jó, lehet, hogy lírával, vagy lanttal, és pengetve a lakoma közben énekelte az Illiászt. A verslábak azért lábak, mert kijárták közben, dobolták, mint a mai gitárosok. Tehát ez egy merőben új dolog, rövid átmeneti dolog is lehetett, hogy olvasunk. Fontos a történetmesélés, történetmeghallgatás mindig volt, mindig fontos. Színház, mitológia, mese, nagyon fontos. Ez mindig volt. Ez egy speciális forma a könyv. Tehát, míg én természetesen én olvasáspárti vagyok, de nem esem kétségbe mégsem. Igen. De ezt kellene megértenünk, a kamaszkor ilyen szempontból egy abszolút váltás. És változás, amikor ő le akar szakadni. Tehát nem, ezek nagyon hálátlan dolgok. Kisfiam, valamennyien kimegyünk a telekre, te csak élvezed, hogy mi behozzuk a krumplit, a répát, nem tudom, de soha nem jössz ki, nem segítesz, nem kapálsz. Nem! Minél inkább akarom, annál inkább nem. Hát ha egy mód van rá, a még oly szűk lakásban is, gipsz, karton, falakkal, vagy egyéb módon igyekszem elkülönített tereket létrehozni. Ez nagyon hasznos. Akkor is bemennek egymáshoz csesztetni és kínozni, és stb.
de nagyon nagy mértékben csökkenti a konfliktusokat. Egy, kettő, és ez minden testvér viszályra és viszonyra érvényes. Minél jobban igyekszem kivonni magam az igazságtételből. Nekem csinálják a balhét. Én majd megmondom, ezzel kimutatom, kit szeretek jobban. De ebből igyekszem magam kivonni. Menjetek be a szobátokba, ha van, és ott öljétek meg egymást. Stb. Stb. Nem szokták egymást megölni. Az esetek döntő hányadában. Nem tudja megoldani, ne old meg. Nem neki mondanám meg, hogy ő mit csináljon, azt mondanám, én nem akarom látni, én. Nekem elegem van belőletek, amikor ilyen hülyék vagytok. Tűnjetek el. A saját szempontomat érvényesítem. Nem azt mondom meg, hogy nekik mi lenne helyes. Mert azt, bocsánat, leszarják. De ha azt mondom, hogy nekem mi rossz, erre még talán inklinálnak. Ugye ezt gondolom. És egy példát szeretnék gyorsan elmondani. Én egy anya vagyok, hazajön a lányom, 15 éves, átviharzik a közös helyiségeken, nem is köszön. Bemegy a szobájába, mert van neki, bevágja az ajtót. Több lehetőség áll előttem. Egy. Utána megyek, kinyitom az ajtót. Kislányom, rosszabb vagy, mint egy ágyra járó. Az legalább köszön. Mire a lányom? Mama, hagyj. Hagyjalak? Az én lakásomban? Jó, hogy apád nincs itthon. Stb. Stb. Mire a kislányom? Mama, könyörgöm, menj ki! Menjek ki, kiküld ez az a stb. Stb. Fokozom a dolgot. Kuss! Takarodj! Ugye, és elértem a csúcspontra, én provokáltam. Most ezzel szemben nem megyek utána. Tovább teszek, veszek a konyhában. Eltelik 15-20 perc, kislányom kicsámborog, elveti magát a széken, és azt mondja aranyosan, mama, van valami kaja? És akkor elkezd mesélni, mintha egy másik ember lenne. Ezt kell tudni, nagyon rossz, ha utána megyek, számon kérem, hatástalan, nem csak rossz, hatástalan. Sőt, mondhatnám, ellenkező hatást érek el vele. Jó, de visszaadom a szót. A múzeum halálunalmas. Sokszor. Kiállítás, hát vagy jó, vagy nem. Ezek reménytelenek, azt gondolom, kamaszkorban. Természetesen egy izgalmas festő, annak az életműve, ahogy lehet látni a Van Gogh életművét Amsterdamban egy 4 emeletes házban, ez még egy kamaszt is megragadna szerintem, de pláne ha tudja, hogy levágta a saját fülét, és egy kurvának küldte el levélben, stb. Stb. Tehát igenis, tehát én nem ezekkel foglalkoznék. Szóval a kamaszkorban menni a tájban, este leülni tábortűz mellett, beszélgetni, énekelni, aktivitást, tehát fel kell verni a sátrat, ki kell keresni a helyet, meg kell sütni a szalonnát, ki kell faragni a nyársat, stb. Stb. Szóval ilyenekre gondolok, ugye ezek azok. Igen, és ha előkerül aztán, miután takarodó volt a lapos üveg, itt kérdés, hogy mennyire határozott a tanár, a két tanár, remélem legalább kettő van egy ilyen csoporttal. Tehát gyerekek, ezt nem, vagy nem így, vagy... Szóval kellenek bizonyos szabályok, amiket az elején felfektetünk, ezek és ezek. És lesznek támogatóink ebben. Abban az iskolában, ahol én jártam,
volt egy osztályfőnökünk, aki úgynevezett osztálytanácsot hívott létre. Ez általa kiválasztott 3-4, és az osztály által delegált 3-4 emberből állt. Ezek összeültek minden héten a fizika szertárban, mert ő fizika-matematika szakos volt, és tárgyalták az osztály ügyeit. És ez a 8 ember képviselte egyrészt az osztály problémáit, másrészt képviselte az osztály tanács által hozott döntéseket az osztályban. És ez nagyon jól működött. Én ezt láttam. Kérdés, hogy ma van-e annyi időnk? Mert akkor azért egy kicsit több volt a tanári fizetés, még mindig több idő volt, és így tovább, más hagyományok voltak. A személyre szóló törődés. Tehát egyáltalán nagyon nehéz egy renitenst a többiek között fegyelmezni. Egy renitenst akkor lehet fegyelmezni, ha kiemelem és behívom abba az én szobámba, az én szertáramba, az én sátramba, külön beszélek vele. Nem kell zseninek lennem, nem kell tudnom, hogy mit mondok. Ülj le! És mondd el, hogy hogyan akartad, mit akartál, mit mondtál, miért mondtad azt. Nagyon keveset, nem hármat mondanék egyszerre, csak ezt most így felsoroltam. Szűkszavú lennék, megkínálnám tejával, netán, amit a szertárban a bunzenégőn főzök, egy kis zsíros kenyeret is adok neki, vajas kenyeret, amit, stb. És hallgatnék, hallgatnám, hogy ő mit mond. Ezek a nagyon brakis gyerekek is négy szem közt egész mások. És nem az a lényeg, hogy én meggyőzzem őket, hogy én nevelő célzatú speech-et tartsak nekik, nem ér semmit. Ülünk, hallgatom, mi van, meséljen. És nem mondom azt, nehogy ezt csinál többé, fiam, így nem viselkedünk, ez nem a helyes magatartás, értsd meg, aki közösségben él, annak alkalmazkodnia kell bizonyos alapvető normákhoz. Szóval ez lepereg, mint a farrahány borsó. Szóval egy egészen más viszony kell, egy olyan viszony, amelyben ő mondja meg, hogy unalmas, azért csinálom. Igen, lehet, és még. Tehát nem azt mondom, hogy neked unalmas, és a többi 25-ek nem unalmas. Nem, akkor vesztek, rögtön. Az meghallgatom, unalmas, jó. És még, és így tovább. Szóval ilyenekre gondolok, de természetesen nem tudom itt elhadarni gyorsan, hogy inkább elmondok egy példát. A második világháborúban nagy probléma volt Amerikában, hogy nem volt friss marhahús, mert a marhahúst konzervnek dolgozták föl az angol száz seregek és a szovjet seregek számára, amiről Lengyel József úgy ír, hogy az amerikai gépek elsötítették Szibéria egét, olyan tömegben jöttek és hozták a húst, a fegyvert, a lőszert, stb. Tehát, na most ott volt Levin és csapata, nem a P. Howardból ismert Nagy Levin, a zseniális szakács, hanem a németországi zseniális pszichológus, aki elmenekült a hitleri terror elől, és azt mondták neki, hogy mit lehetne csinálni, hogy a háziasszonyok elhiggyék, hogy jó a marhahús konzerv, és vegyék, és abból csináljanak, süssenek, főzzenek. És akkor vettek két csoportot. Az egyik csoportban csináltak pörköltet, vagy sztéket, stb. Ott helyben meg lehetett kóstolni, filmet vetítettek, előadást tartottak, mint én most önöknek, hogy miért jó, hogy készül, stb. És adtak a háziasszonyoknak 5 doboz konzervet, próbálja ki otthon. A másik csoportban azt kérdezték a szakemberek, ott is lehetett kóstolni, ott is levetítették a filmet, de nem volt előadás, nem volt meggyőzés. Azt kérték, hogy a jelenlevők mondják el, hogy miért rossz
a marhahús konzerv. Miért van szükség feltétlenül friss marhahúsra? És ott ült három ember, és szorgalmasan gyorsírással jegyezte. És akkor ők is kaptak 5 doboz konzervet, hazamentek, és most jött a kutatás. Kiderült, hogy abból a csoportból, ahol csak meghallgatták, hogy miért rossz a marhahús konzerv, szignifikánsan többen próbálták ki otthon a konzervet, mint abban a csoportban, ahol nagyszerűen megpróbálták meggyőzni őket arról, hogy az nem rossz. Tehát ez egy híres és fontos kísérlet, amelyik azt mondja, hogy ha én elmondhatom, hogy nekem mi bajom, akkor megnyílok utána, hogy egyéb szempontokat is mérlegelni tudjak. Ha engem meg akarnak győzni, akkor becsukódok. Tegyük fel, lekeverek egyet a gyerekemnek, amit nagyon helytelenítek egyébként, és minél nagyobb a gyerek, annál inkább. Manapság ez már nem megy. És utána azt mondom, hogy kisfiam, bocs, ne haragudj, hülye voltam. De te is annyira hülye voltál, hogy engem is belesodortál a hülyeségbe. Tehát, ha el tudom ismerni a hibámat, ezzel nem veszítek a tekintélyemből, ezt ha valaki már próbálta, pontosan tudja, ellenkezőleg. Hihetetlenül megnő a tekintélyem. Hű, ennyi ereje van, hogy megmeri mondani nekem, hogy ő hülye volt, és nem is akarta? Hát akkor ebben azért lehet valami, és így tovább. Tehát és általában ugye a fő tanács a nevelésben az az, hogy légy kongruens, vagyis légy hiteles, légy azonos önmagaddal. Tehát ha én most arra gondolok, mert már többször eszembe jutott, hogy talán nem ezt kéne csinálnom, hanem más, csak nincs erő, mert fáradt vagyok, stb. És azt mondom a gyerekemnek, te olvastam, láttam a tévén, hallottam, hogy nem tudom, és hirtelen rájöttem, hogy ezen én már réges-rég gondolkozom, és hogy itt valamit én elszúrtam, elcsesztem, és ezt mindig éreztem is közben, és most azon gondolkozom, hogy szeretnék ezen változtatni. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, majdnem azt mondtam, hogy kurva nehéz, bocsánat, de szóval, hogy ilyenek járnak a fejemben. Ezt nyugodtan mondhatom egy kamaszkorába ért, vagy azon is túl a gyereknek, és akkor ő fog rám nézni nagy szemekkel, és valamit mondani fog. Lehet, hogy egy szörnyű, fájdalmas döfést fog alkalmazni. Á, ne reménykedj, nem fog az neked sikerülni, stb. Vagy hasonló, de erre is fel kell készülnöm. Szóval nem rejteném véka alá, hogy nekem ilyen szándékaim vannak, kitéve magam annak, hogy amikor legközelebb ordítok, szóval, na látod, mit szeretnél volna, és tessék. Ilyen van. Mire én azt mondom, igazad van, de totál kiborítottál. Satöbbi, satöbbi. Tehát nem reménytelen a dolog, ezt akartam erre mondani. Egy, kettő. Igen, ez egy súlyos probléma, amit mond. Amihez csak azt lehet mondani, hogy az idő az gumiszerű. Tehát az időnek nem a terjedelme a fontos, hanem az intenzitása. Ha egy apa netán, vagy egy nagybácsi, vagy egy nagypapa, vagy egy unokabáty, vagy tehát egy férfi valahol, ha nincs apa, képes azt vállalni, hogy ő időnként intenzíven megjelenik a gyerek életében. Nem úgy, hogy na lássam, mi van az iskolában, vedd elő az ellenőrzőt, milyen jegyeid vannak, ez így nem lesz jó, ülj le, vedd elő. Ez így nem működik. Az intenzív megjelenés, arra gondolok, hogy öreg izé koncert van, ha van két jegyem, gyere. És utána megvacsorázunk a McDonald'sban, vagy nem tudom, vagy moziba megyünk, vagy
meccsre megyünk, vagy leülünk együtt, megnézünk egy filmet, amit kiválasztottunk, és így tovább. Tehát az intenzív megjelenést nem arra értem, hogy intenzíven nevel, hanem ott van, és kiteszi magát annak, hogy vagy nem mond semmit a gyerek, vagy szemtelen, amit ő humorral kezel, vagy nem kezel, vagy mégis egy pár szavas beszélgetés alakul ki, ami nem egyszer a memoárok tanulsága szerint hihetetlenül emlékezetes tud maradni. Én nem is rég elfelejtettem, hogy bármit mondtam a gyereknek. 37 év múlva Németh László leír egy ilyet, az ő apja tanár volt. Jön a növendék. Jó, az apja jó arcmemóriája volt, még valami derengett, hogy ezt ismeri valahonnan. Tanár úr, emlékszik, amikor a folyosón azt mondta nekem, hogy ez döntött el az életemet. Tehát igen, olyan dolgokkal lehetünk hatással, amelyekre nem is gondolunk. De ehhez ott kell lennünk. Vagy a folyosón, vagy a vacsoránál, vagy a tévé előtt, vagy a moziban, vagy a meccsen, vagy a koncerten, vagy valahol. Tehát ilyenek jutnak erről eszembe. A kérdés a következő volt. A déli parton nem sikerült Waldorf iskolát létrehozni, Nemes Vámosra, ami viszonylag közel van, de azért elég messze, Veszprém alatt nem tudnak elköltözni. Milyen lehetőség van arra, hogy az állami oktatást, vagy épp kézláb módon élje át a gyerek? Nagyjából ezt kérdezte. Természetesen nagyszerű tanítók, tanítónők, tanárok vannak az állami önkormányzati iskolákban is. Kérdés, hogy van-e olyan szerencsénk, hogy megtaláljuk őket, hogy oda kerül a gyerek. Maga az állami önkormányzati oktatás rejtélyes okból, majd mindjárt elmondom, hogy miért, sokszor borzalmas. Borzalmasak a tankönyvek. Valamilyen okból például a tanítónéni azt hiszi, hogy karácsonyra ír-olvas, vagy első év végére ír-olvas. Miért gondolja ezt? Tanítónéni azt mondja, hát ez van a törvényben. Ez nincs a törvényben. Ja, akkor ez van a nemzeti alaptanterben. Nem, ez nincs a nemzeti alaptanterben. Ott az van, hogy 4 osztályt egyben nézek. A 4 osztály alatt kellene megtanulni lassan ezeket a kulturális alapkészségeket, és nem kéne abba hagyni a fejlesztésüket, később sem. Tehát valamiért az iskola, jó lehet a törvények, 85 óta egyre jobbak, egyre jobb dolgokat mondanak az iskolának, az iskolák nem javulnak. Miért? Nem tudjuk pontosan. Tehát igen, mit tehetek ilyenkor? Ez sok pedagógus is szenvedve éli át. Például megkérdeztük, emlékszem, szakemberek, hogy komolyan gondolják, hogy ezt a 150 képletet kémiából a gimnáziumban meg kell tanulni? Azt mondták, nem gondoljuk komolyan, csak senki más nem írt tankönyvet. Ez az egy szerző, ezt kellett kiadnunk. Ez még a 70-es években volt. És akkor a tanár megy a tankönyv után. Nem kéne utána mennie, stb. Na most mit tehetek én szülő? A gyereknek tudnia kell, hogy én minden értelemben mellette vagyok, mögötte állok, és a külvilággal szemben minden esetben megvédem, akkor is, ha nem értek egyet azzal, amit csinált, azt külön fogom vele rendezni. De nem fogom őt két malomkő közé. Egy, kettő. Szörnyű dolgot mondok, kapaszkodjam meg. Miért kéne jó tanulónak lenni? Amikor minden kutatásból tudjuk, hogy nem az eminensek a legsikeresebb emberek az életben. Mikor minden kutatásból tudjuk, hogy számtalan embert, Edisontól Churchillig, gyenge, bukdácsoló tanulókként végezték az iskolát. És nagyon jó eredményeket ér. Edisonnak azt mondták, Edison mamájának,
9 éves korában, azt mondjam, vigye el a gyereket, fejlődésképtelen, nem tud semmit megtanulni, reménytelen. Próbálja otthon valamennyire írni, olvasni, megtanítani, és adja be valahova valami segédmunkára. Ehhez képest Edison, ugye a modern elektronika előfutára volt, és így tovább. Tehát, és 11 éves korában kiolvasott egy fizika könyvet. Tehát, hogy a... Na most visszatérek, tehát én szülő nem kényszerítem a gyerekemet, hogy jó tanuló legyen. Persze próbálom aztán majd nyomni, hogy bekerüljön a neki megfelelő helyre valahol. Ezre most nem nyilatkozom külön, ha másként nem, majd dolgozók iskolájában, stb. Tehát, de nem még egyet mondok. Ha nem tanulok a gyerekkel, de ott vagyok, és ha kér, segítek, de ha nem tanulok vele, akkor ő rá fog jönni, hogy ez az ő dolga. Ha vele tanulok, soha nem fog rájönni. Azon kívül tudni kell, és akkor kiteszem magam annak, hogy bajok lesznek eleinte, de aztán rájön. Továbbá tudni kell azt az alapszabályt, hogy a minden szülő saját gyerekének a legrosszabb korrepetítora. Ugye a gyerek egyébként is iskolába volt, napközibe volt, végre hazajön, és megint folytatódik az iskola. Hát ezt élő ember nem bírja elviselni. Tehát ez, bocsánat, első 3 perc. Úristen, a gyerekem hülyébb, mint gondoltam. Ezt eddig nem vettem észre. Második 3 perc. Hát a gyerekem nem csak hülyébb, hát jellemtelen is. Zsófikám, mit csinálsz az asztal alatt, miközben a matematikáddal a lelkem teszem ki? Semmit, apa, figyelek. Figyelsz? Még hazudsz is? Hát nem a kenyérgalacsin gyurbikálod, hogy megveszek belé, stb. Stb. Ugye a harmadik 3 percben azt kezdem érezni, hogy ez a gyerek engem nem szeret. Ezt eddig nem vettem észre. 10. percben elkeseredésemben ordítok, a gyerek sír. Ez a normális szülői korrepetálás, lefutási görbéje, ugye jó szülő, jó gyerek és jó kapcsolat esetén. Tehát mindenkit óvva intenék, ne korrepetáljon. Ez a gyerek dolga, akin segítek. Még egy egész borzalmas dolgot mondok. Ott ül a gyerekem a tollal a kezében 8:30 a füzet fölött. És nem csinál semmit. Danikám, mi van? Egy napom, én ezt nem tudom leírni. A gyerek hiszterizált állapotban van. Na most ugye mondhatnám azt is, hogy kisfiam, ne mentél volna le 2:30 biciklizni. Most addig ülsz itt, amíg le nem írod. Ez pokol. Nem ezt mondom. Azt mondom, most azt tedd le a tollat, gyere ki a konyhába, almát eszünk, mint régen, felvágjuk, meghámozzuk, stb. Vizet iszunk, aztán visszamegyünk, kisfiam, most kapaszkodjanak, ülj le, diktálok. Felébredtem reggel, betűzött a redényrések közt a nap. Gyorsan rácsaptam a vekkerre, ez magyarul van, hogy vekker, ébresztő óra az nem magyarul van, mert utálom, ha megszólal, stb., és lediktálom neki. Utána rögtön meghallgatom a nagymamát, úristen, most teszed tönkre a gyereket. Egész életében mankóra fog szorulni. És megint jön ez a bizonyos, olyan lusta lesz, mint ti vagytok. Stb. Majd az iskolában a házi feladatomra megkapom a jól megérdemelt 3-as. Ennek ellenére legközelebb újra lediktálom, és 3-szor ismét. Csodák csodája, a kisfiam néhány hét múlva 5-ös dolgozatot ír az iskolában. Hogy?
Mert nem hülye. Nem magyaráztam el neki, hogy kisfiam, figyelj, nagyon oda képzelem magam az ágyadba, és azt képzelem, ettől megőrült volna, csak lediktáltam. Ő azonban ezt kifigyelte, hogy én ezt hogy csinálom, plusz sokkal jobban tudja, mit vár el a tanítónéni, a kettőből összehozza az ötöst magának. Tehát nem igaz, hogy az ilyenfajta segítség nem segítség, nagyon is segítség. 8:30-kor nekem a gyerek ne kezdjen hozzá egy feladathoz, amiről eleve úgy érzi, hogy nem fogja tudni megoldani, mert senki nem mondta meg neki, és nem mutatta meg, hogy hogy kell egy ilyet megoldani. Tehát ilyen dolgokra gondolok, amikor azt mondom, hogy segítek a gyerekemnek, hogy ezen az akadályversenyen, amit az iskola jelent, valahogy átverkődjön.